Úgy utazott Tatabányára Kisvárda Masztergúd, hogy egy esetleges győzelemmel csatlakozhat a középmezőnyhöz, a hazaiak pedig az utolsó esélyek egyikét igyekeztek megragadni a kiesés elleni harcban. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, Fodor góljával már a 7. percben vezetéshez jutott Révész Attila együttese. Az előnyt egészen az 58. percig őrizte a Kisvárda, akkor azonban Birtalan góljával egyenlítette a Tatabánya, beállítva az 1-1-es végeredményt. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a hazai gólszerzőt és a kisvárdai Miskolcit kiállította a játékvezető. További eredmények: Nyíregyháza Spartakusz Zalaegerszeg 3-0, Kozár Miszlen Szolnok 2-1, Békés Csaba Sopron 2-0, Vasas Cegléd 3-0, Ajka Gyirmót 1-2, Sziget-Szent Miklós Siófok 2-2 és Dunaújváros Balmazújváros 1-0. A tabella élén a Nyíregyháza Spartakusz áll 53 ponttal, megelőzve a 45 pontos Dunaújvárost és a 41 pontos Siófokot. A 23 pontos Kisvárda Masztergúd a 12. helyen várja a szombati Sziget-Szent Miklós elleni hazai mérkőzését.